Sziasztok barátaim, üdvözöllek a csatornámon. A karizmatikus színész, Kejaman érzelmes kijelentést tett, és bejelentette, hogy visszatért Törökországba, hogy közelebb kerüljön leendő lányához. A hír nagy felháborodást váltott ki a színész rajongói körében, akik szorosan követték karrierjét, és ünnepelték a döntést, kiemelve a leendő apaként való eltökéltségét. Kejaman, aki szakmai elköteleződései és nemzetközi projektjei miatt távol van Törökországból, egy exkluzív interjú során osztotta meg ezt a hírt, most a családomra fókuszálok. Vissza fogok térni Törökországba, hogy közel lehessek leendő lányomhoz, és aktív részese lehessek az életének. Mondott. Ez a hír megérintette Kejaman követőit, akik dicsérték a családja iránti elkötelezettségét és azt a döntését, hogy a lányával töltött időt előnyben részesítik. Bár a különböző török produkciókban nyújtott szenvedélyes alakításáról ismert színész sikeres nemzetközi karriert futott be, most úgy tűnik, hogy figyelmét a magánéletére összpontosítja. Kejaman is kifejezi háláját rajongóinak az évek során kapott állandó támogatásért és szeretetért, de a rajongóim nagyon sokat jelentenek nekem. Nagyra értékelem folyamatos támogatásukat, és izgatott vagyok, hogy megoszthatom velük rajongásom új fejezetét. A lényeg, amit érintett, Kejaman Törökországba való visszatérésének híre megnövelte a jövőbeli projektekkel és együttműködéssel kapcsolatos várakozásokat a török szórakoztatóiparban. A rajongók izgatottan várják, hogyan fogja egyensúlyba hozni színészi pályafutását az apaként vállalt kötelezettségeivel. Köszönöm, hogy megnézted a videómat, szia!